Minden készen áll a folytatásra, már kim vannak a csapati helyére, a jobb oldalra. Ilea indítja Radu Szabót, aki messziről lő, és nagy gólt! Mester hármas! Hát nem cifrázta Radu Szabó. És ebben talán egy picit Udvarác is benne volt. Pattan egyet a labda, rátűzi, ahogy jön, és későn mozdul érte Udvarác. Kapufára most meg bemegy. Négyből kétszer kijött, kétszer bement. Messziről, 25 méterről. Kellemetlenül pattant, ez igaz. De talán védenie kellett volna Udvarácnak. A gólszerző öröme. Nagy Norbert, jó lövés, gól! Gyönyörű kapás gól volt. Nagy Norbert hozza vissza valamelyest a Ferencváros reményeit. A 10 emberrel játszó zöldfehérek szépítenek tehát. Rövid a kifejelt labda, és Nagy Norbert tanítani való módon lövi be. Védhetetlen. 3-1. Sándor Csaba. Nincs les. Gólhelyzetben Ilea. Rávezeti Udvarácra, és be is lövi. Ilea megrúgja szokásos gólját a Fradi ellen Debrecenben. 4-1. Ragyogó labda. Ilea kilép. Még meg is nézi, merre dől Udvarác. Nem volt les. Nára mennyire innen meg lehet állapítani, de a partbíró is vonalban. Vadicska nagy labdát adott, Ilea szép gólt rúgott. Marian Vlaknak pedig most elege van az egészből. Bodnár vág ki nagy sprintet, Bodnár be középre, Szabó, Udvarác, most zicsert fogott. Ez pedig 11-es. Kriston ütött el bőrt. Már mutatja Horváth Béla, hogy 5-1 lesz. Még be kell ahhoz rúgni. Bodnár jó labdát ad, Udvarác remekül jön ki, és aztán Kriston megcsúszik egy pillanatra, és elcsapja az érkező bőrbokáját. Ilea végzi el a büntetőt. Ilea pimasz módon rúgja a hálóba a labdát. Kiütés a nagy erdőben. Ilea egy kicsit ráhajt, még utolérheti Szabót a házi góllövő versenyen, ezen a mérkőzésen. Alá bök a labdának, amely bepattan. 0-0-nál nem biztos, hogy így rúgta volna a 11-es. 4-1-nél még ezt is megengedhette magának. Loki parádé. Siklósi. Bodnár, jó kiugratás, Bodnár gólhelyzetben. 6-1. Módosított a Diós Győrnek és a Videótonnak, 5-öt rúgott a Debrecen, a Ferencvárosnak 6-ot. Bodnár, aki az előbb alig kapott levegőt, most szintén alig kap levegőt. Kupac alján Siklósi óriási labdát adott. És Bodnár berúgta. Nagyszerű gól volt,
ez sem volt flash. 6-1. Bodnár élete első osztályú gólját szerezte. Radu Szabó kezdte a gólgyártást a 7. percben, aztán jött a 38-ban Vince Otto kiállítása, amely tulajdonképpen megpecsételte a Ferencváros sorsát, mert még az első fél időben jött Radu Szabó, aki aztán a másodikban Mester 3-assal tette föl a koronát teljesítményére. Nagy Norbert szépített, Ilea akcióból.